Sziasztok! Ez itt a Brandfiz Bytes, egy falatnyi employer branding. A mai témánk azok a trendek a 2023-as World Employer Branding Day-ről, amiket a 2024-es stratégiádba már be is tudsz építeni. Az egyik trend az, hogy a siló működés az employer branding szempontjából már kihalóban van, hiszen hogyha belegondolunk, nagyon sok cross-funkcionális területhez tartozik az employer branding egy szervezeten belül. Emiatt szinergiákat kell keresni, hogy akár a toborzási, a megtartással foglalkozó csapatok, illetve a különböző üzleti funkciók milyen hatással vannak a munkáltatói márkádra. A második trend az pedig az oszd meg és uralkodj, hiszen manapság már rengeteg tartalommal rendelkezünk, akár te is a saját telefonoddal fel tudsz venni employer branding tartalmakat, de az, hogy mennyi platformon jelenik meg, és mennyi nagyköveted, munkáltatói ambasszadorod fogja megosztani a saját felületein keresztül, az a nem mindegy. A harmadik employer branding trend az, hogy már a TikTok az egy toborzási csatornával nőtte ki magát, keres rá a platformon WorkTok hashtaggel, és látni fogod, hogy mennyi cég használja már arra, hogy új kollégákat tudjon megszólítani, mind az ismertségnövelés, mind pedig a toborzás szempontjából. A negyedik trend pedig az, hogy az employer brand és a fogyasztói márka, a commercial brand, az nem ugyanaz. Hiszen, hogyha ugyanaz lenne, és külön nem kellene velük foglalkozni, akkor a világ legismertebb márkái lennének a világ legjobb munkahelyei. Viszont ez nem így van, úgyhogy figyelj arra, hogy külön fókuszálj a munkáltatói márkádra és a fogyasztói márkádra.